pofek, ennek is eljött az ideje. Jobb esetben ma találkozok utoljára ezekkel a fostankokkal. Hello bello, üdvözlet, ez itt a Five Nights at Freddy's második évadának befejező epizódja. Igen, jól hallottátok, utolsó rész. Egy kicsit már elegem van ebből a részből, már várom a harmadikat. Kérdéseket kikerülve most mondom, hogy jövőre érkezik a harmadik évad, valamikor évelején. Bármi kérdésed ezzel kapcsolatban, a Freddy Fazbear és a Sittesek oldalon tedd fel. Ha pölő arra, vagy kíváncsi mikor jön a következő rész, itt kérdezz, ezért is van ez az oldal. A kommentek között néha el tud veszni egy-két kérdést. Na szerintem vágjunk bele. Szóval múltkor a 4:20 nem jött össze, az új és fényes szintén kudarc volt, a dupla baj meg nem tartott fel sokáig. Ma folytatjuk a rosszul sikerült éjszakával. Mai vendégeink Mangle, a balombói gyerek, és Golden Freddy. Róla nem tudok sokat, a harmadik rész alatt páran írtátok, hogy találkoztam ott vele. Úgyhogy ideje rendesen is bemutatkoznom. Szóval balombóiban ról támad, valószínűleg szarrá fogja röhögni magát ma este, Mangle középről támadhat és a szellőzőből, a Golden Freddy meg. Majd kiderül. Na helló. Aha, neked is. Ez így érdekes volt, nagyon nem sikerült megbarátkoznom vele. Szóval be tud jönni az irodába. Akkor gondolom neki is a maszka gyengéje. Szóval ezek szerint Golden Freddy is úgy működik, mint régi társai. Igaz, az első évadban nem is találkoztam vele. Páram viszont mondtátok, hogy... Faszom, nem figyeltem. Akkor ezek szerint először körbe kell nézni az irodában, és megbizonyosodni arról, hogy nincs maci az irodában. Na, de mini játék. Hé, ez nem olyan, mint az első volt? Na, itt van megint ez a szellem. Na, én most csak azért is lefele fogok menni. Ez olyan, mint az iroda. Csak sokkal 3D-bb. Itt van a tökre felesleges és áramfogyasztó ventilátorunk, meg az asztal. Tényleg nem túlozták el a dizájnt. Na, de akkor menjünk vissza a gyerekhez. Mi? Ja, hogy ez időre megy. Ne szórakázzál, már pedig olyan izgalmas volt. Na mindegy, akkor back to work. Illetve... Az előző részben mondtam, hogy mára megpróbálom megfejteni a kódot. A soundtrack igazából betűzve a következő. Save them. Ami magyarul annyit jelent, hogy ment meg őket, a szellem az a pápet. Na most nekem ez volt az utolsó minigém, ami megjelent a játék során, úgyhogy a többit csak megmutatom. Van itt egy olyan, amiben foxiként szórakoztatjuk a gyerekeket. Az első két alkalommal minden zsír, viszont a legutolsó résznél megjelenik egy lila csávó. Valószínű ugyanaz, aki volt az első minigémnél. Szóval ezután, ha kimész, gyerekek helyett ilyen izé. Bábok jelennek meg. És, ha közel mész hozzájuk, akkor jön egy foxy jumpscare. Illetve még ez történik, ha elkezdett követni a pápetet. Valószínűleg a játékban a pizzériában járkálunk, nagyon hasonlít a kamerák alapján. Majd miután beérünk egy parti szobába, a lila fiú nekünk ugrik, mondván, hogy nem teheted. Nyilván ezek a háttérsztorik a helyről. Egyébként majd tervezek erről egy livestreamet csinálni, amiben beszélgetünk erről. Na, de folytassuk a munkát. Szóval Golden Freddy-t nagyjából kitaláltuk, hogy kell kivédeni, de... Mi a retek, Jenő, fejezd már be, elegem van. Ne hallgatáljuk. Ne hallgatáljuk. Át akarnak menni. Ne fogad el. Mi van? Komolyan letiltom a számát. Mondjuk már mindegy, ez az utolsó műszakom a helyen. Ha, semmi nem fog már ki rajtam. Mi a fasz? Én is itt vagyok, gárgángosan. Foxy, mi a retket keresel a folyosón? Mára nincs időpontod. Most akkor őt is kell világítani? Mi a... Mi a retket keresett, Foxy, a folyosón?
Na jól van, most már mindent beleadok. Ezt nem hiszem el. A jó kurva anyádat, te lesz! Helyben fölmondok. Tényleg. Mi? Foxy? Mi a jó büdös kurva szar? Elmehet a francba ez a csaló műszak. Folytassuk a Foxy-Foxyval. Itt már legalább legálisan baszhat fel. De ha még egy animatronikot meglátok úgy, hogy nem kéne, akkor vége. Ezt egyszerűen nem hiszem el. Mi a fenét akarhat még? Ügy Józseffel beszélek. Igen, miben segíthetek? Hallottam, közel áll a Freddy Fazbear céghez, ez ügyben keresem önt. Az már a múlté. Csak hallgasson meg. Egy horrorházat szeretnék nyitni a jövőben a Freddy Fazbear céggel kooperálva. Nagyjából minden megvan hozzá, csupán két dolog hiányzik, amiben az ön segítségét kérném. Ezt hogy érti? Ami azt illeti, nincs biztonsági őrünk, ezért hasznát vennénk egynek, és lehetőleg olyas valakinek, akinek vannak tapasztalatai a Freddy Fazbear céggel. Ön az egyedüli személy, aki nyíltan felvállalja, hogy ott dolgozott és nem halt meg. Értem, de hogy érti azt, hogy két dolog hiányzik, és azt én tudnám biztosítani? Kell egy biztonsági őr, aki éjszakánként felügyeli a helyet. Továbbá a kiállítás része is lehetne plusz pénzét persze. Nagyon dobna a hely hírnevén, ha egy igazi, mutatni veterán Freddy Fazbear biztonságért dolgozna nálunk. Szívesen elvállalom. Elvégre most mondok fel a mostani munkahelyemről. Nagyszerű. Akkor majd kollégám keresni fogja önt a részletekkel. Viszont hallásra. Érted, be se fejeztem még itt a munkát, de már lebeszéltem a következőt. Nem semmi. Viszont örülök, hogy más is hívott végre, nem csak Jenő. De vajon honnan volt meg neki a telefonszám? Le fog járni a zenedoboz. A francba. Pedig mindjárt hajnali 3. Nem hiszem el. Lenn az utcán, nincsen kegyelem. Srácok, szerintem haladjunk tovább az utolsó műszakra. A 10x20-t meg se próbálom, még egy Costume Night-ot se vittem végig, meg Foxy már kiégetett, szóval tuti nem. Szukábléját, idináhúj. Vagy idináhúj szukábléját. Rendben. Azt hiszem, itt a vége. Köszönöm, hogy itt voltatok a második munkahelyemen is. Remélem, jöttök a harmadikra is. Jól hallottátok a srácot a telefonban, egy igazi horror attrakcióra fogunk vigyázni. Érdekes lesz. Addig is sziasztok! József, végre sikerült elintéznem, hogy ne zavarják a hívást. Nagy gáz van. Fel fognak keresni egy helyről, amit a cégről mintáztak le, és horrorházat nyitnának. Már az elején se tűnt tisztának a dolog, mivel a pizzéria mindig is próbálta elmosni az incidenssel kapcsolatos ügyeket, és egy horrorház nyitása semmin nem segítene nekik ezzel kapcsolatban,
még rontaná is a helyzetet. Kiderítettem, hogy semmi közük nincs a céghez. Arra is fényt derítettem nemrég, hogy a cégtől elloptak pár leselejtezett, régi üzemzavaros animatronikot. Nagy valószínű, hogy ezeket akarják kiállítani a horrorházban. Szerintem biztosra tudják, hogy mire képesek ezek a robotok. Igaz, nyíltan keresnek biztonsági őrt a helyre, de valószínűleg téged akarnak oda, hogy kordában tartsd a rémeket. Az utóbbi időben rengeteg mindent loptak a pizzériától, hogy minél hitelesebbnek tűnjön a hely. Nem szabad elvállalnod a munkát. Ha felkeres téged valaki a helytől, azonnal tedd le a telefont, és ne is vedd fel, ha tovább próbálkoznak. Megpróbálok minél több infót kideríteni ezekről, addig is te ne kelts nagy feltűnést, jobb, ha addig rejtve maradsz.